Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt, kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu-n, benne pedig a Szokolébresztő, az űrös műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és ezen a csodálatos áprilisi reggelen örömmel jelenthetem, hogy nem egyedül vagyok a stúdióban, hanem képzeljétek el, hogy itt van a háromdimenziós rögvalóságban beágyazva a stúdióban maga tetreőrs Hunor. Jó reggelt, őrs, szia! Jó reggelt, reggelt! És tök jól működik a mikrofonod is. Hát őrsről már a törzshallgatóink természetesen igen-igen jól tudják, hogy a Heidelbergi Max Planck Intézetben dolgozván a James Webb Miri-nek az európai elektronikai vezetője, és még egyébként természetesen egy csomó mechanikus rendszerért is felelős az űrtávcsövön, amiről már több adásban is beszélgettünk, de a mai adás az minden szempontból különleges. Egyrészt azért, mert olyan még sosem volt, hogy te ténylegesen benne voltál a stúdióban. Ez így van. Mert hogy vagy olyan volt, hogy, és nagyon örülök, hogy ténylegesen sikerült ide becsábítani. Na most ugye az a helyzet, hogy ezt azt teszi lehetővé, hogy jelen pillanatban Budapesten vagy, ami ugye nem egy triviális állapotod egyébként, hogyha az elmúlt néhány évben, évtizeden végig tekintünk, úgyhogy ez egy tök jó egybeesés. Na de viszont az is van, hogy abból is különleges ez a mai adás, hogy nem kifejezetten a James Webb űrtávcsőről fogunk beszélni, bár természetesen úton útfélen szóba fog kerülni, hanem azt az a zseniális témaötletet, és szerintem hiánypótló témaötletet vetetted föl, hogy vizsgáljuk meg, hogy mit csinál egy űrkutató, vagy egy űrmérnöki fejlesztő, vagy űrtudományos témakörökön dolgozó ember. Tehát ugye nyilván eleve az, hogy űrkutató, az egy óriási nagy skála, tehát most nyilván itt is abból is teljesen önkényesen, rád való tekintettel nyilván arról fogunk beszélni, amihez te jobban belelátsz, de hát nyilván ha megnézzük, mi minden van az űrkutatásban, hát még talán egy űrjogász is űrkutatónak vallhatja magát, vagy mit tudom én, szóval, hogy ezt tisztázzuk, hogy mit tudom én, egy űrorvostannal foglalkozó, mit tudom én, űrorvos, aki besétel a Kecskeméti repülőkórházba, hogy megnézze, hogy mit tudom én, a barokamrában hogyan tágul az űrhajós jelöltek tüdeje, mit tudom én, az nyilván mást űrkutat, mint például aki a Miri elektronikai fejlesztésének vezetője Európában, de azért hát mindenképpen, amikor az ember meghallja egy űrkutatás, akkor szerintem leginkább valami olyasmire gondol, mint amiről ma beszélni fogunk, és az lesz szerintem a kifejezetten érdekesebben a dologban, hogy megpróbálhatunk végigmenni mindazon, amit te első kézből átéltél, vagyis hogy van egy vagy több űrprogram kezdemény, ami úgy kezdődik, hogy emberek leülnek agyalni, hogy mit kéne csinálni, és akkor van egy hosszú, több éves, vagy több évtizedes folyamat, ami elvezet egészen a startig, sőt azon túl. Tehát mindeközben mi mindent kell összeszervezni, megcsinálni, kitalálni, verifikálni, pályázni, pénzekért kilincselni, több száz ember munkáját összefogni, mindent letesztelni, újra letesztelni, a tesztelés során felmerült problémákat kiküszöbölni, stb. Na, hát ennek az összefoglalására bőven kevés lesz az az 50 perc, amink most van, de ugorjunk neki. Szerintem kezdjük előről valahogy. Tegnap gondolkoztam, hogy honnan kéne kezdeni. Na, legelőször is igen, úgy jött fel az ötlet, hogy ezt már így az utóbbi 15 évben nagyon sokszor megkérdeztek, hogy jó, oké, de mit csinál? Mit csinálsz? Tehát így a hétköznapokban mit csinálsz? És csak hogy kinyírjam az egész adást, tehát végül is én ugyanazt csinálom, mint mondjuk egy fejlesztő mérnök, csak a végén mi fölöljük az űrbe azt, amit csináltunk. És akkor jöhet az outro, és köszönjük, sziasztok. Köszönjük a figyelmet. Na jó, oké, tehát mit is csinálunk? Attól függ az, hogy a projekt az milyen fázisban van.
És akkor kezdjük, akkor menjünk idősorrendben. A legizgalmasabb rész. Én kezdjük ott az, hogy én a James Webb-be egy picit későn kerültem már bele, akkor már a verifikációs modell ment. Gyorsan elmondom, tehát az, hogy minden egyes ilyen űrkutatási programban több modellen megyünk keresztül. Legelőször egy ilyen demonstrációs modellt kell megcsinálni minden egyes kis alkatrészből, amivel demonstrálod azt, hogy maga a koncepció az működik. Amikor az megvan, akkor ebből általában készül egy mérnöki modell, egy engineering modell, ahol már egy kicsit jobban odafigyelsz a részletekre, és az már egyre jobban hasonlít ahhoz, ami majd később majd belekerül az űreszközbe. Tehát ott már esetleg használhatsz olyan anyagokat és titán, stb., ami ténylegesen majd bele fog kerülni. Ott is nagyon sokat tanulsz, utána jön a verifikációs modell, amit tanultál, azt úgy le is ellenőrzöd, hogy tényleg a koncepció az úgy működik, hozni fogja azokat a nem tudom, pontossági adatokat, ténylegesen mondjuk nem tudom, mechanikánál olyan precizitással, optikai precizitással fog beállni a következő pozícióba, majd hogyha visszamész az előzőbe, akkor tényleg ugyanoda kerülsz vissza. Majd jön a kvalifikációs modell, amikor a szénné teszteled. Az már egy az egy ugyanaz, ami későbbiekben bekerül a rakétába. Viszont azt, mivel hogy szénné tesztelted, azt nem akarod fölküldeni az űrbe, úgyhogy ezért készül el a kvalifikációs modell után a flight modell, ami a nevéből is ilyen az, hogy ez az, ami ténylegesen repül, de itt megint csak nem áll meg az ember. De várjál, tehát ebből azért ne sikoljunk el, hogy a magyar nyelv érdekes ebből a szemben, azért ne sikoljunk. Sikoljunk? Tudod jobban. Én 15 éve külföldön élek. Jó kifogás. Ne sikoljunk el a fölött azonban, hogy ebből az következik, hogy maga a flight hardware-t, azt, ha jól értem, konkrétan nem tesztelik. De. Ja, de. Ja, de nem annyira szénné. Nem szénné. Tehát ott mondjuk a kvalifikációs modellnél az egyik van két olyan, ami nagyon kritikus. Az egyik az a élettartam mérés. Próbálom így egy az egy magyarra fordítani a dolgokat. Ott attól függően, hogy mennyire bizonytalan valami kétszeres, akár vagy ötszörös élettartamnyi stresszt kap. Itt megint csak menjünk vissza, könnyebb elképzelni egy mechanikát, mint mondjuk az elektronikát, hogy hogyan tesztelünk. Ott mondjuk háromszor annyit kell forgatni a mechanikát előre-hátra, míg a végén közben folyamatosan mindenféle méréseket végzel az, hogy ez sem romlott el, az sem romlott el, még mindig optikailag minden megvan és egyben van. Míg a háromszoros végén akkor azt mondod, hogy jó, hogyha háromszoros kibírta, akkor valószínű, hogy az egyszeres ki fogja bírni. Na ez az, amit majd a végén, hogy remélem, hogy visszatérjünk, hogy ez nem mindig van így. De hát nagyon sok minden más mérés van, elektronikai mérések, optikai mérések, mechanikai mérések, rázómérés, na ez a másik. Tehát egy ilyen optikának, most tipikusan ugyebár egy olyan dologról beszélünk, mint egy űrteleszkóp, ott optikai elemek vannak, majd az optikai elemeket fölraksz egy hatalmas nagy rakétára, és szana szétrázod. És két dolog is van, egyik az, hogy rázod, a másik az, hogy hatalmas hanghatást kap, ami azt jelenti, hogy mondjuk a rázásnál a fém alkatrészek azok viszik át ezt a vibrációt, míg a hanghatásoknál ott meg a nagy felületek kapják meg ugyanezt a vibrációt. Erre szoktam mondani azt, hogy ilyen rázó teszteken ateista mérnök nincs. Mindenki imádkozik, hogy csak ne az az alkatrész, amit ő tervezett. Ne az törjön el. És egyébként a James Webb-nek a különböző stádiumaiban, összeszerelési stádiumban mindig vannak rázótesztek, tehát amikor összeszerelsz valamit, akkor újra csinálod ezt a rázótesztet, hogy akkor ebben a stádiumban is még minden oké. És voltak gondok. Tehát például a vége fele egy ilyen rázóteszt után azt vették észre, hogy jé, mi az a sok minden a Földön. És ez a,
a nappajzsnak a különböző ilyen kis alkatrészei voltak, amik így lepotyogtak, és akkor na jó, és ez a vége fele volt ám, akkor mit csináljunk? Szóval ezek az egy understatement, hogy izgalmas tesztek. Igen, igen. Na de várjál csak. Tehát most várjál, hadd fejezzem meg a gondolatot, de ez a flight modell, csak gyorsan, hogy befejezzem, utána jön még a flight spare, amit mindenből kell csinálni pótalkatrészt, hogyha esetleg, ugye ezek az alkatrészek, ezek hónapokig, évekig készülnek, és hogyha végén derül ki valami, akár a flight tesztelés alatt az, hogy valami gáz van, akkor nem az van, hogy hú, ezt ki kéne cserélni, akkor a nulláról csináljuk meg ezt az alkatrészt, hanem ott vannak spare? Tartalék. Tartalék. Tartalék alkatrészek, amiket gyorsan be lehet építeni. Későbbiekben egyébként a kvalifikációs és a flight spare-nek nagy feladata lehet, hogyha már fönt van az űrben valami, akkor a Földön lehet tesztelni, hogyha valami gáz van. Volt ilyen. Hát, na most ugye ez már kb. Így a vége fele van ennek az egész storyline-nak. Igen, most így végigrohantunk az egészen. Végigrohantunk az egészen. És de szerintem most ugorjunk vissza addig a pontig, hogy emberek leülnek egy ilyen asztalhoz, vagy mit tudom én sörözni, vagy nem tudom mikor, hogy. Igen, és valaki kitalálja, hogy hát csinálni kéne valami nagyot, építsünk egy űreszközt. Hát ez, nem tudom, ez... Na jó, nem. Voltam már ilyen partiban, de azért nem ez a klasszikus eljárás. Bár azért megjegyzendő, hogy a GRB Alfához, a kedvenc műholdunkhoz vezető út, az konkrétan egy kocsmai beszélgetéssel kezdődött. De azért... Az, hogy kivel sörözöl, ez egy nagyon fontos dolog. Aha. Ugyanis például hát, názásokkal dolgozni meglehetősen nehéz, van egy olyan szitokszó, hogy ITAR, az azt jelenti, hogy ők semmilyen információt nem adnak ki. Még azt sem, ami neked kell. Túlzok, de lényegében erről van szó az, hogy amerikai ügynökséggel együtt dolgozni európaiként, vagy bármiként, de főleg mondjuk kínaiként, az nagyon nehéz. Ugyanis tényleg nekik nagyon vigyázni kell arra, hogy milyen információt adnak ki. Ez folyamatosan kontrollálva van, és hát amikor az van, hogy kérsz egy valamilyen információt, és hetekig, hónapokig nem kapod meg, akkor igenis nagyon sokat tud segíteni az, hogy összeültél valakivel beszélgetni egy sörözés folyamán, és akkor te figyelj, nekem kell az információ. Ja, tessék, itt van. Még mondjuk a hivatalos útja, de hogyha ezt most így valaki hallgatja a NASA-tól, akkor ilyen nem történt. Hát jó. Oké. De akkor akkor nem így kezdődik ez a dolog. Oké. De akkor emlegetted, hogy nem is a James Webb, hanem a Nancy Roman űrtávcső kapcsán belefolytál rögtön a kezdetek kezdetébe szinte. Igen, az a legizgalmasabb rész. Tehát amikor tényleg még az ötletelés megy. Tehát van egy új program, és ott mondjuk, hát a Max Planck Intézet, ő híres a mechanikákról, tehát optikai elemeket váltogató mechanikákról van szó, tehát hogyha van egy valamilyen mérősi rendszered, optikai mérési rendszered, akkor azt különböző féleképpen tudod konfigurálni, és ehhez valamilyen mechanikai elem kell, hogy mondjuk egy képkészítő imagernél ott a különböző, például a különböző szűrőket tudjad váltogatni. És a legizgalmasabb rész tényleg, amikor rögtön a legelején benne lehetsz egy ilyen programban, ugyanis ott tényleg az ötletelés, még így asztalnál, akár reggeli közben bent a munkahelyeden, hogy megy az ötletelés, hogy hú, akkor most hogyan oldjuk meg ezt, hogyan oldjuk meg azt, hú, azt próbáltuk ennél a műszernél, és szerintük az nem lenne jó. És konkrétan, tehát a Nancy Romannál ott még én nyomtattam 3D, az én otthoni 3D nyomtatómmal a legelső motoroknak a vázait. Az, hogy kipróbáljuk, hogy egyáltalán a koncepció, az, amit kitaláltunk, az működik. Majd utána, ja igen, ilyenkor még nincsen semmi költségvetés, nincsen költség, még nem kaptuk meg a projektet. Igen. Mi még csak ott tartunk, hogy
hogy hú, ezért indulnánk, de ahhoz ajánlani kell valamit, hogy hú, mi így oldalánk meg. Addig el kell jutni gyakorlatilag nulla pénzből, és mondjuk ilyenkor nagyon jó olyan egy magyar gondolkodás, magyarféle gondolkodás, amikor nulla forintból kell főzni. És akkor ténylegesen az legelső alkatrészeket mondom, tehát otthoni 3D nyomtatón, meg Arduino-val, meg Raspberry Pi-jal kell összerakni a mérési setupot, és be kell bizonyítani majdnem, hogy nulla forintból azt, hogy később, hogyha mi megkapjuk ezt a költségvetést, akkor meg is tudjuk építeni, és az működni is fog. Úgyhogy az tényleg az a legizgalmasabb része. De utána is jönnek azért még izgalmak, tehát amikor már elindul a design, és ténylegesen mérnökök kezdenek el dolgozni azon minden egyes kis apró részén a minden egyes apró kis feladatnak, és akkor utána beindul mondjuk egy már egy komoly mérési kampány, ahol tényleg bebizonyítjuk, hogy az a demo modell, amit még akár tényleg 3D nyomtatón nyomtattunk, legalábbis bizonyos alkatrészeit, az ténylegesen működni fog. Tehát amikor, hogy a pályázati rendszert valamennyire megértsem, tehát amikor mondjuk van egy ilyen proof of concept, amit megcsináltok úgy kb. Magatoknak, illetve azért, hogy bele lehessen írni a pályázatba, hogy ezt szeretnék megépíteni. Na most ezen a ponton, amikor az ember lead egy ilyet, akkor abban már ilyen részletes, ilyen szinten részletekbe menő terveknek kell szerepelni, hogy mondjuk, mit tudom én, hogy kell kiosztani a lábakat a tranzisztoron, a processzoron, vagy itt mennyire kell. Tehát amikor az ember lead egy ilyen pályázatot, én azt gondoltam, vagy hát nekem az volt a tapasztalatom, hogy az első körben még csak olyan nagy vonalakban kell megfogalmazni valamit. De persze nyilván a mögé is kell már, hogy legyen az a biztos tudás, hogy ti azt meg tudjátok csinálni. De inkább úgy fogalmazom meg ezt a dolgot, hogy az a biztos tudás, hogy ezt mi már megcsináltuk. Ja, értem. Egy másik programon. Tehát innen indulni az kicsit más. Uh-huh. Az, hogy hasonló koncepció már repült, és azt mi csináltuk. Innen nagyon könnyű elindulni. És akkor mit kellett változtatni azon, hogy ebben a műszerben is jól legyen? Mert például Nancy Románnál ott nagyon-nagyon durva mechanikai követelmények voltak, tehát ilyen 20 nanométer, 20-50 nanométer pontossággal kellett optikai elemeket megtartani, ami mondjuk nem volt ennyire szigorú a James Webb-nél. És akkor oké, mit tudunk azért csinálni, hogy még ennyivel pontosabb legyen az alkatrész, annak a optikai alkatrésznek a megtartása, vagy újra pozícionálása. Tehát ilyenkor sajnos ez a heritage, az, hogy technológiailag mi hasonlót már csináltunk, ez nagy előny. Sajnos azért mondtam, mert egy új ember, hogyha bejön, vagy egy új csapat bejön ide, ő nekik ezt ténylegesen be kell bizonyítani az, hogyha mégis ők kapják meg, mondjuk én nem tudom, hogy akár Maxwell-kal szemben, akkor mégiscsak jobbak lesznek, vagy olcsóbbak, vagy gyorsabbak, vagy bármi. Úgy érdekes ez az egész sztori, mert hogy hát a Nancy Roman űrtávcső még annyira talán nincs benne a köztudatban, főleg, hogy lesz. Ugye a startja az még nem történt meg, hanem azt hiszem, hogy 2026-27 környékén várható, de azért a sztori maga érdekes, nem? Hogy ez volt az, hogy 2012-ben azt mondta a Department of Defense, vagyis a hadügyminisztérium, vagy a védelmi minisztérium, hogy kedves NASA, sziasztok, itt van két félkész űrtávcső. Nem félkész, majdnem teljesen kész Hubble. Majdnem teljesen kész Hubble méretű, tehát ki... Nem, Hubble-nek a más, majdnem, hogy teljes másolata. Igen, hát ugye hiszen, ahogy és ez porosodik, már... porosodik, itt a raktárunkban kell-e. Igen, na most szeretnétek-e nyilván valahogy... valamit csinálni vele? És akkor ez a huppá Hubble-ből nem egy van. Igen. Csak a többi az másfele néz, és nem tudjuk, hogy hány darab van belőle. Így van. Tehát, hogy keringenek. Igen, hát valószínűleg. Azt minden esetre gondoljuk, hogy lefelé néznek. Tehát gyakorlatilag igen, a sztorihoz hozzá tartozik, hogy a Hubble az valójában egy prototípusa volt egy kémműhold családnak. Nem is hiszem, hogy az első tagja. Tehát de. Igen. Ha honnan? Úgyhogy az el lett rontva. Ja, hát jó, igen. Jó, de mondjuk az volt a legelső.
Mondjuk tehát egyébként... Egy nagyon komoly optikai hibával került fel a Hubble, tehát innen lehet tudni azt, hogy ez volt a prototípusa. Világos, jó. Okay. Ennek a családnak. Ez egy jó érv, de egyébként azt is olvasom, hogy igazából a tükör átmérő az olyasmi, mint a Hubble itt a román esetében, de hogy a fókusztávolság az más, és ettől aztán nagyobb lesz a látómezője. Vagy hát persze, hát más a feladat. Más a feladat, így van. Na, szóval, de minden más az, igen, az azonos. Igen. Tehát a majdnem ugyanaz a keret, amire rá van építve az egész. Aha. Tehát nagyon sok minden az adás van. Tehát benne. Ez a derültékből űrtávcső. Tehát ez nem egy tipikus fejlesztő izé, hanem az, hogy az kb. Meglepetésként ért mindenkit, hogy így megszánta a honvédelmi minisztérium a NASA-t ilyen kis valamikkel, és akkor hát ugye ebből jött utána ez a Y First, vagy V First, vagy mi, hogy hívtam? W First. Ez volt az első neve, és akkor ebből lett Nancy Roman. Igen. Nancy Grace Roman űrteleszkóp, ami... Ja. Ami persze egy szép nevet kapott, mert hát el lett nevezve Nancy Grace Romanról, aki hát a csillagosztályozásnak és a csillagmozgásnak a területén volt egy úttörő kutató, hát aki majdnem egy évszázadon át élt egyébként, tehát 1925-től 2018-ig dolgozott ő, és hát nem is vagyok benne biztos, de hát ha így van, akkor szégyen, de lehet, hogy ez lesz az első űrtávcső, amit egy nőről neveznek el. Hát, nem tudom, hirtelen nem ugrik be egy se. Na mindegy, bőven itt volt az ideje. Na, szóval a lényeg az, hogy igen, szóval ez a háttérsztori, és akkor amúgy ez is egy infravörös távcső lesz, ugye? Igen, ezt jól gondolom. Ez aha. És amúgy mi most, nem tudom, hogy kicsit eltérünk a tártól, de ez miben tudja kiegészíteni azt, amit a web csinál? Tehát, hogy ugye tök be. Más a hullámhoz tartomány? Mert erről nagyon sokat lehet beszélni. Ez egy külön adás. Jó, oké, akkor megfogadjuk, hogy majd csinálunk erről egy külön adást. Főleg, amikor majd beízzik a téma. Hát mondtam, hogy itt a start az még később várható, de... Amit még így gyorsan beszélgettünk így reggel, hogy mit kéne mindenképpen elmesélni, az, hogy oké, de akkor... Mit csinál akkor egy űrkutató? Na igen, itt ezt tartottunk. Ígértük. Igen. Itt tartottunk. Tehát egyrészt, hogy most akkor gyorsan végighadartuk azt, hogy attól függ, hogy hol áll a projekt, de attól is függ az, hogy mi a pozíció. És nekem szerencsém volt több pozícióban is dolgozni a James Webb-en, majd később a Román űrteleszkópon. Tehát ettől is nagyon erős, teljesen függ. Ugye már nekem a fő pozícióm az elektronikai vezetés volt, de hát az mondjuk úgy, hogy az egy erőteljesen menedzsment oldala van ennek a pozíciónak. Tehát ott az egy szervezési feladat, egy csoportot kell összetartani, az, hogy minden egyes teszt, minden egyes követelmény meglegyen, mindenkinek meglegyen az az információ, ami a munkájához kell. Gyakorlatilag az egy csoportvezetési feladat. Ott amikor bemegy az ember, akkor elolvassa az összes e-mailjét, és megszervezi a következő találkozót, vagy több találkozót arra a hétre, és oda elkészít minden egyes dolgot, ami a csoport munkájához kell. Mik ezek? Például ilyen egy teszt előtt az, hogy végig tervezni a teszteket, mi az, ami mindenképpen kell ahhoz, hogy bebizonyítsuk, hogy igenis az űrben ez majd működni fog. És az is egy érdekes feladat az, hogy alapvetően katonai teszt követelmények vannak, és aminek van egy gyönyörű szép listája. És abból lehet válogatni azt, hogy oké, ez is kell, ez is kell, ez is kell, a nagyja az kell. Akkor van egyébként érdekes, kicsit előre ugrok, amikor mondjuk leméri az ember, és akkor rájön arra, hogy valamilyen tesztet nem ugrottunk meg, és akkor jön az, hogy a csoporttal végigbeszélni azt, és ez néha volt olyan követelményünk, amit nem ugrottunk meg, és másfél év volt megérteni, hogy miért nem, és bebizonyítani azt, hogy ez nem probléma. Itt most olyanokról, például az EMC, Electromagnetic Compatibility tesztek, ott lényegében annyiról van szó az, hogy mindenki, sokan néztek már úgy tévét, most már tévé az nem is... Nem is néznek az, nem is néznek az emberek tévét. De biztos ismeri azt, amikor a szomszéd az fúr, és
a tévén ez hallatszódik és látszódik. És látszik. Na, az tipikusan egy olyan, amikor a fúrógép még régen a Szovjetunióban, ez a gyakorlatilag nem ugrotta meg ezt a tesztet, hogy ő ne zavarjon a dugón keresztül, meg a tápon keresztül másokat. Tehát ő olyan zavaró jeleket küld vissza a 230 voltba, ami később megzavarhat, vagy máshol megzavarhat mást. Na, ez egy gyűrűeszköznél, ott nagyon-nagyon sok műszernek kell együtt dolgoznia, ez egy nagyon komoly mérés az, hogy én ne zavarjak senkit, és én ne legyek zavarható. És akkor volt ilyen, hogy egy bizonyos dologban mi egy picit zavartunk, és azt kellett bebizonyítani utána hónapokig, hogy ez nem probléma. Vagy ugyanígy akkor visszamenve a tesztekre, végigvenni azt, hogy milyen extra tesztek kellenek ahhoz, hogy tényleg teljesen le legyen tesztelve a dolog. Ez nem annyira triviális, ez egy nagyon-nagyon sok szervezési munka, nagyon sok szakértőt kell bevonni, és ennek az egésznek a levezénylése mondjuk egy elektronikai vezetőnek a feladata. Ugyanis alul tesztelni az egy tényleges rizikó. Na most konkrétan ez történt meg a Hubble-nél, és ugye mindenki, de nagyon sokan ismerik a Hubble-nek a történetét. Egy ilyen a sietség miatt egy alultesztelés történt, kihagytak teszteket, félreértelmeztek teszteredményeket, és így került föl ugyebár a fő tükörhibával a Hubble, amikor fölment, és hát én nem lettem volna a mérnökök helyében, akik ezeket a teszteket végigcsinálták, és az optikai, mondjuk nem tudom, optikai vezető helyében, ezeket a teszteket végigcsinálták, és az optikai, mondjuk nem tudom, optikai vezető helyében, amikor ez mondjuk így már fönt kiderül, amikor legelőször bekapcsolják. Tehát a tesztelés és az alultesztelés, az hol húzom meg a határt? Mert a másik oldalon meg az van az, hogy mindent nem tesztelhetek. Mert végtelen időm nincs. Úgyhogy ez egy elég komoly feladat önmagában, tehát a teszteknek a végig nyálazása és tervezése. És utána jön az, hogy oké, akkor eldöntjük, hogy milyen tesztek vannak, megírni a teszteket. Ilyenkor, ja igen, és minden egyes fázisban, tehát még amikor még csak a mechanika van önmagában, akkor van egy tesztsorozat, és ott is van meleg teszt, van hideg teszt, mert ugye már ez egy infravörös tárcsa, és le van hűtve. Lehet hidegben is tesztelni, lehet melegben is tesztelni. Van olyan dolog, amit melegben muszáj tesztelned, pedig hidegben szeretnéd, de egyszerűen nem lehet. Soha nem tudod teljesen szimulálni az űrt, és ilyenkor el kell dönteni azt, hogy na, a probléma az, hogy ezt nem tudtuk hidegben tesztelni, azt a bizonyos dolgot. Na jó, visszatérve, tehát ilyenkor jön az, hogy meg kell tervezni a teszteket. Egy-egy tesztkampány, amikor mondjuk van egy hideg tesztkampány, ilyenkor két hónapig 0-24 mérjünk, azt körülbelül egy másfél éves tervezési feladat megcsinálni, hogy utána ott egymás utánban végig tudjunk rohanni a teszteken. Majd utána jön a teszteknek az eredményének a kiértékelése és megbeszélése és megértése. Mert gyakorlatilag ilyenkor ismerjük meg a saját műszerünket. Hogy milyen a parallaxis? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá? Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lépj be univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis univerzumban. Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass premier előtt podcastünk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb. Patreon.com/Parallaxis. És ilyenkor vannak váratlan dolgok. Most, amit emlegettél, hogy például mondjuk az a mechanikai tesztnél volt, hogy a nap pajzsnak a darabjai ott fölgyülemlettek, az nyilván
váratlan volt, de szerencsére pont nem a te asztalod. Hál' Istennek. Hál' Istennek, ugye? Viszont volt olyan, ami az enyém volt, igen. És olyankor mi van? Tehát, hogy másfél évig készültök egy mérőkampányra, lenyomjátok két hónap alatt 0-24-ben, és akkor utána maga a kiértékelés is gondolom hónapokat, ha csak nem évet vesz igénybe. Van olyan, hogy évek. Van olyan, tehát hogyha van egy olyan mondjuk egy detektor effektus, amit nem értünk, volt olyan, mai napig van olyan detektor effektus, amit nem tudunk teljesen kikalibrálni, tehát ismerjük mondjuk a éppen az, hogy nagyon sok, tehát mondjuk egy detektornál nagyon-nagyon-nagyon sok mindentől függ az, hogy mi történik azon a detektoron. Itt már kvantum effektusok vannak, ezt nem olyan egyszerűen megérteni, tehát itt nem elektronokat számolunk, mint mondjuk egy CCD-nél, itt olyan dolgok jönnek be, olyan dolgok tudnak megváltoztatni viselkedését egy-egy pixelnek, amit nagyon nehéz megérteni. És vannak olyan detektor effektusok a Miri esetében, amit már tizenvalahány éve nem teljesen értünk. Amikor megérted, akkor jó, mert akkor ki tudsz rá, de tudod azt, hogy hú, ez ettől is ettől függ, hogyha egy kicsit, nem tudom, melegebb, akkor ez történik, kicsit hidegebb, most nagyon egyszerűsítek, akkor az történik. Tehát csak azt kell lemérnem, hogy milyen a hőmérséklete, és akkor erre tudok kompenzálni később. Na, amikor gyakorlatilag minden függ mindentől, akkor nagyon nehéz kitalálni azt, hogy akkor jó, miért lett ez a bármilyen mérési eredmény az olyan. Van olyan, amire hetek alatt rájövünk, van olyan, amire évek alatt, évtizedek alatt még mindig nem. És egyébként ezért van az, hogy egy-egy űrteleszkópnál később újra kalibrálják az adatokat, tehát egyfajta tiszta fejjel, amikor már megvan millió adat, akkor már így fölülről, távolról nézve már sokkal érthetőbbé válik egy csomó minden dolog, és azokat a régi mérési eredményeket teljesen újra kalibrálják, és így kapnak sokkal jobb adatokat a végén. Egyébként pont a Konkoly csillagvizsgáló az erről híres, hogy ilyen újrakalibrációs kampányokban benne voltak, és ők vettek észre olyan dolgokat, amire utána ők nagyon jó kalibrációs sémákat tudtak kitalálni, és így sokkal pontosabb adatokat szolgáltatni ezekre a mérésekre. De, hogy ezekben speciál gondolom az azért? ISO, meg Herschelben is benne voltak, vagy mai napig benne vannak, stb. Inkább nem sorolnám, mert ezt igen. Nem szeretnék kihagyni senkit. De ott ilyenkor arra is rá kell kompenzálni, nem? Hogy azért ennek van egy időfejlődése is, tehát előregednek az eszközök, például meg ilyenek, tehát ilyen az is egy külön bonyolítás, külön csavar. Amikor már nem él a teleszkópod, akkor már ezt is távolról tudod nézni, hogy innen kezdődött, odáig ment, és akkor szépen látod, hogy tényleg mondjuk öregedik a detektorod. Igen, ilyen is van. Mert én olyat látok, most nem űrtávcső ügy, bár végül is az is valami értelme távcső, hogy vannak azok az üretközök, amiknek az a dolguk, hogy például meghatározzanak egy olyan egyszerűnek tűnő dolgot, mint hogy mennyi a nap állandó. Ami ugye nem állandó, persze, hanem csak így hívják, de valójában az, hogy a napföld átlagos távolságban a nap irányára merőlegesen egy négyzetméteres felületre mekkora teljesítmény esik a napból hősugárzás formájában, vagy hát elektromágneses sugárzás formájában, és hát megdöbbentő, hogy itt mekkora bizonytalanságok vannak. Tehát nem is gondolnád, vagy te gondolnád, nyilván, csak az átlagosan szerintem, akik nem ezzel foglalkoznak, úgy napi szinten azokat azért meglepné, hogy mekkora bizonytalanság van, és újra és újra jelennek meg abban a területben a cikkek, amik azt vizsgálják, hogy hát ennek az alkatrésznek az előregedési görbéjét így kell figyelembe menni, és ezzel lehet megkapni a korrigált értékét a napállandónak. Hogy elég mélyre ásol, akkor gyakorlatilag rájössz így fizikusként az, hogy semmi sem állandó, még akkor is, hogyha ez a neve. Igen, de még a mérési oldalon sem áll, nem csak, hogy a nap nem állandó, hanem hogy a műszered, ez az, hogy... Ugye mindig megpróbálsz egy modellt találni fizikusként, ami elég pontos ahhoz, hogy leírja azt, amit szeretnél, de utána, hogyha azt még egy tizedes jeggyel pontosabban szeretnéd már megmérni, akkor rájössz, hogy már ez is bele jön a mérésbe. Már ez az is. Gyakorlatilag például a Nancy Romannál ott olyan optikai méréseket kellett csinálni, ahol a
maga a mérési berendezésnél én gyönyörűen tudtam mérni a labornak a hőmérsékletét, sőt, azt is, hogy valaki éppen bejött a laborba. Tehát egy idő után már, amikor már kellően precízen mérsz valamit, akkor ott már mindent belemérsz. És egyébként pontosan ez a mérési feladat az, hogy ne mást mérjél, hanem azt, amit valójában szeretnél. Tehát hogyha egyszerűen látom az adatokon, hogy valaki éppen kinyitotta az ajtót, és látom, hogy oda konkrétan a hősugárzását láttam, hogy odaállt a műszer mellé, azt kivegyem a mérésből, kikalibráljam a mérésből. Ez is egyébként egy feladat, és attól függen tényleg, hogy milyen precízen kell. Erre elmondok egy sztorit. Az egyik ilyen sztori az volt, hogy egy meglehetősen egyszerű mérés kellett megcsinálni a James Webb-nél, az, hogy ismered a multimétert, amit tudsz vele ellenállást mérni. Igen. Feszültséget, ampert, meg ellenállást. Gyakorlatilag ellenállás mérési pozícióba használtam egy kicsit drágább multimétert, mint ami ezt te szoktál, de a lényeg az annyi volt az, hogy a Mirinek minden egyes csatlakozóján le kellett mérni minden egyes ponttól minden egyes pontig az, hogy van-e rajta valamilyen ómikus valami, tehát például mondjuk a másik oldalon van egy motor, vagy van egy szenzor, vagy van egy hőmérsékleti szenzor, vagy egy pozíciószenzor, akkor azoknak a ómikus ellenállása az-e, amit mi elméletileg várunk. És a másik meg az, hogy oké, és ez teljesen független, tehát még véletlenül sincsen semmilyen ómikus kapcsolat, mondjuk nem tudom, a test felé, vagy egy másik csatlakozó felé, és ezt gyakorlatilag egy ilyen csatlakozó, ami nem tudom, van 20 darab pined, ott minden egyes ponttól minden egyes pontig, és összevetni a elméletileg elvártnál. Na most itt a legelőször persze tudja az ember a, mondjuk nem tudom, motornak az adatait, akkor azt beírom, és egy tizedes pontossággal ki lehet számolni ezeket az adatokat körülbelül egy nap alatt. Amikor már két tized jegy, akkor ott már elkezd bonyolódni a dolog, ott már a csatlakozónak az ómikus ellenállása, a zsinórnak. Három tizedes jegynél már bele kellett venni, kompenzálni a labornak a hőmérsékletét, mert ugyebár egy zsinórnak a ómikus ellenállása az változik hőmérséklettel, és hál' Istennek elmentem eddig, ugyanis utána, amikor megtörtént a mérés, akkor pontosan ebben a harmadik tizedes jegyben jött egy olyan eredmény, amit nem tudtam értelmezni. Na most az már a harmadik tizedes jegyet kiszámolni elméletileg az, hogy mi várható, az már egy olyan egy hét munka volt. És hát pont volt időm, na jó, akkor még egy tizedes jegyet. Hál' Istennek megcsináltam. Ugyanis mondom, tehát egy nagyon pici változás, de olyan irányba volt, vagy olyan irányba alacsonyabb volt az ómikus ellenállása, amit nem tudtam értelmezni. És akkor megkérdeztem, fölhívtam a vezető mérnököt Angliába, hogy te figyelj, egyszerűen ez nem lehetséges, hogyha olyan kábelek vannak ott, amit mi gondolunk, hogy vannak. És nem lehet, hogy valahol egy részkábel van, ami ugye tökéletes hővezető, és hogyha egy hideg műszered van, akkor nem szeretnél berakni részkábelt, hogy ott jusson be egy csomó hő a műszeredbe. És az lehetetlen. Kiderült, hogy volt. Igen. Egyébként pontosan ezért vannak ezek az ellenőrző mérések. Teljesen véletlenül belekerült egyetlen egy olyan kábel. Na most ez azért... Mert ez a beszállító beszállítójának a beszállítója, nem? Tehát itt mindig majdnem. Az van, hogy az a nehéz, hogy itt ugye az alegységeket is más cégek gyártják, nem? Itt volt egy pici elnézés, és de pontosan ezek ezért kellenek ezek a tesztek, hogy ezek a teljesen emberi hibák, ezek kiütközzenek, ugyanis mindenki hibázik. És egyébként itt ezt még elmesélem, hogy a hibákat egy ilyen űrprogramban úgy kezeljük, hogy gyakorlatilag nincs büntetés. Ugyanis, hogyha van büntetés, mármint az, hogy úristen, mit csináltál? Már az elég ahhoz, hogy az ember tudat alatt egy picit így, hogy mondjam, titkolja.
vagy pedig így kisebbé tegye azt a hibát, amit ő tett. Nem, nagyon próbálja megracionalizálni, hogy mondjuk Ugyanis miért ez nagyon-nagyon veszélyes tud lenni, amikor megpróbálsz, ez egyszerűen tudatalatt az ember így működik, hogy megpróbálja kisebbé tenni, vagy pedig elhallgatni, hogy úgyse jövünk rá. Nem ennyire durva, de akkor is tudatalatt működik egy ilyen minden egyes emberben. Viszont, hogyha nagyon jól tudja az, hogy semmilyen szankciója nincsen, abban a pillanatban, hogy rájön, teljesen nyíltan tudja kommunikálni. És ez egy nagyon fontos rész, ugyanis itt, ebben a tudományban, vagy ebben az industry-ban minél hamarabb rájövünk egy hibára, annál jobban tudjuk kezelni. Tehát abban a pillanatban, amikor kimondom azt, hogy gyerekek, történt egy ilyen, ez el lett számolva, abban a pillanatban az egész csoport átmegy abban, hogy jó, hogyan oldjuk meg. Egyetlen egy pillanat alatt. És ez gyakorlatilag kritikus. Ugyanis, hogyha már ez későn derül ki, akkor ott űrben már nem tudunk javítani a dolgokon. Itt ez kiderült, és időben derült ki, és nem mondom meg azt, hogy kitervezte vele teljesen véletlenül ezt a részkábelt, de az a lényeg, és itt ez a fontos, az a lényeg, hogy kiderült. És már délután már azon dolgozott a csapat, hogy ehelyett a részkábel helyett hogyan kerül be egy meglehetősen nagyon speciális kriogenikus kábel, aminek nagyon-nagyon különleges, tehát ilyet nem gyártanak bárhol. És általában több hónap az átfutása, és melyik az a világon, melyik az a cég, aki ezt nekünk le tudja gyártani 5 nap alatt. Már aznap ezen, tehát már a probléma megoldáson ment, és sikerült. Tehát egy hál' Istennek egy svájci cég, uh-huh. az bevállalta ropiért. Aha. Nem. Aha. Hát jó. Na most, hát most jöttünk el ahhoz a ponthoz, ahol tradicionálisan azt szoktam mondani, hogy bekapcsolom a telefont. Az adás telefonszám pedig 215 37 73. Akinek bármi kérdése van arról, hogy mit csinál az űrhajós a szomjas, ugye, amire az a válasz, hogy űrkutatás, mondja az ősrégi pesti vicc, vagy micsoda. Na, hát akit ezen túlmenően is foglalkoztatnak kérdések, vagy egyszerűen csak hozzászólna a témához, az ne habozzon, viszont arra azért tényleg fölhívnám a figyelmet, hogy hallani olyan szövegeket, hogy miért van az, hogy a... Ops, na, azt most nem mondom meg, hogy mik a szövegek, ugyanis már is megcsörrent a telefon. Nézzük. Jó reggelt, ez itt a Szokolébresztő. Szép jó napot kívánok. Ez a jó reggelt, ez azért durva volt. Halló, 9 óra 45 van. Jó reggelt, na, szervuszok, a Netces vagyok. Hadd kérdezzem meg azt, hogy mi van az űrhajósoknak a pisijével? Hogy egyébként ez egy komolyabb kérdés, mint gondolod. Hogy mi történik vele? Hát ez egy nagyon nagy... Igen, volt, igazából tulajdonképpen volt is már ezzel kapcsolatos adás, de szívesen gyorsan összefoglaljuk. Őrs, te kívánsz válaszolni a kérdésre, vagy? Hát a picsiben van egy nagyon értékes elem, amit vissza kell szerezni, és az a víz. Az a víz, és ez durva, és ott figyeltek, nem úgy van, hogy azt valahogy... Hogy mondjam, tehát valamibe felfogják, és utána valami vegyi úton kivonják belőle. Pontosan, tehát igazából persze, tulajdonképpen desztillálni kell a vizet lényegében, aztán utána visszarakni azokat az ásványokat, ami nekünk kell, de azt, ami... És újra meginni. Hát a nemzetközi űrállomáson... Persze. Olyan is van, most igazából a nemzetközi űrállomásnál, vagy a Miren biztos, hogy csinálták, az biztos, hogy újra hasznosítják, azt nem tudom, hogy feltétlenül ivásra-e, de ugyanez ivásra is újra hasznosítják, igen. És persze ugyanez érvényes az egyéb felfogott testekkel. Ez így van. Tehát abban is van víz, és abból is azt visszagyerik. Tehát a levegőből kivont vízgőz, ami mondjuk azért kerül oda, mert mit tudom én, izzadnak az űrhajósok, minden az is ugyanezzel a folyamaton megy végig. És figyelj, mi van a lábizzadással? Hát az ugyanis. Az ugyanígy, egyébként az ugyanígy, tehát azt is ugyanígy visszanyerik a bűzt.
Nem az ősz. Újra hasznosítják. De az is, abban is van vízpára, ja, és igen. Azt is visszanyerik. Igen. Hát a bűzre, igen, a vízpára részt az mindenképpen. A víz az egy nagyon fontos elem a nemzetközi űrállomáson, úgyhogy igen, ez egy... Ezt szoktam mondani azt, hogy nincsen buta kérdés, és nagyon sokszor egy butának hangzó kérdés mögött is nagyon komoly dolgok. Hát meg ha majd lesznek bolygóközi utazások, mert ugye a nemzetközi űrállomásra még csak-csak felküld az ember egy teherűrhajóval egy vízszállítmányt néhány havonta, de mondjuk, ha mit tudom én, az ember repül a Föld-Jupiter viszonylatban, mit tudom én, ott ezt nem lehet majd megcsinálni, tehát ott kizárólag az ilyen önfenntartó rendszerek jöhetnek szóba. Viszont menjünk vissza... Mi a helyzet még egyel, ami engem nagyon foglalkoztat, ezzel kelek, ezzel fekszem, különben, hogy mi van, amikor az űrhajósok hapciznak. Ott tulajdonképpen az orbobesz is kijön néha, meg a kis szemcsék ott szépen lebegnek. Pontosan, és ezért van az űrállomáson, van egy olyan levegő cirkuláltató rendszer, hiszen a súlytalanságban ugye nincsen konvekció, tehát nem igaz, hogy a meleg levegő fölfele száll, ezért folyamatosan nyomatni kell a levegőt körbe-körbe mesterséges szivattyúkkal, és emiatt aztán van egy ilyen szivattyú, ami előtt van egy ilyen háló, ami konkrétan minden cuccot felfog, és ott gyűlnek föl, és persze nem csak az ilyen hapci darabok, hanem mindenféle elveszett tárgy, kis bizbaszok, csavarok, stb., ami a súlytalanságban elkalódik, azok egy idő után épp ezért ott szoktak. Az idő akár több hónap is lehet. Egyébként ez egy komoly probléma az, hogy a fönt a nemzetközi űrállomáson ott minden lebeg. Tehát, hogyha bármi, akár éppen ezért nem lehet például használni ceruzát, mert a grafitpor az szinte az folyamatosan lebegne, és irritál. A grafit az egy az, hogy belekerülhet az ember tüdejébe, de még rosszabb, a grafit az vezet. Alkoholos filc, vagy akkor az, igen. Meg ugyebár ez a híres millió dolláros gravitáció nélkül is használható toll, amit kifejlesztett a NASA. Még mondjuk filccel lehet. Erre volt az a poén, hogy míg az oroszok meg simán ceruzát használtak. De nem jó. Mert a grafit az vezet, és mivel hogy soha nem fog a földön, leesik a grafitpor. Az űrben nem esik le, az lebeg egészen addig, amíg nem talál egy olyan felületet, ahol meg tud tapadni. Na most, hogyha az egy elektromos berendezés, és belepi szépen lassan mondjuk a grafitpor, akkor az garantáltan ahhoz vezet, hogy ez el fog romlani. Tehát az űrben nem olyan egyszerű minden, mint ahogy az ember gondol. Tudjátok, még ami van előttem, hogyha mondjuk egy űrhajós, mit tudom én, Valeri Kubaszov, körmöt vág. Isten nyugosztalja, de körmöt vág. És akkor nem szedi össze, nem kapja el, mint egy kosárlabdázó, hanem körülötte, úgy szép, de... Ez csak porszívóval megy a körömvágás, és a hajvágás is. Igen, tehát ez komolyan úgy megy a sztori, hogy az a szabály, hogy van egy kézi porszívó, és ezzel kell összeszedni. Természetesen a WC is úgy működik, hogy gyakorlatilag egy vákum szivattyúra ülnek rá az emberek, még mielőtt megkérdezed. Amit gyakorolni kell, és még amikor... Kamerával. Így van. Alulról. Mert a Space Shuttle-on úgy nézett ki, hogy az embernek menjen a célzás, hogy az igazi fedélzeti űr-WC-ben is van egy alulról egy kamera, és akkor megnézheti az ember magát egy igen szokatlan nézőpontból egy kis képernyőn, egy célkeresztel, hogy ne menjen mellé. Na, hát igen, szóval... Szevasztok, hely, a Nesztes voltam, szevasztok. Jó, köszönjük szépen az értékes hozzászólást, meg annyit egyébként a hapcihoz hozzáfűztőhettünk volna, hogy hát az maga a hatás ellenhatás. Tehát ez egy súlytalanságban hapcizol egy marha nagyot, akkor ugye a rakéta elv miatt elkezdesz forogni. Nyomaték ébred, amikor... Na jó van, oké. Okay. Egy dolog kimaradt, amit szerintem érdekes elmesélni. Na. Tehát a sok-sok teszt az évek alatt, tehát ezek a földi tesztek, de van egy nagyon érdekes rész a vége felé egy kampánynak, amikor az indítási gyakorlatra készülünk. Mármint az indításra készülünk, és ezek az indítási gyakorlatok, ezek már elkezdődtek a James Webb-nél már 5 évvel az indítás előtt, és ilyenkor a másik oldalon egy szimulátor van, ami egyébként meglehetősen jól sikerült, egy NASA csoport csinálta, mérnök csoport,
és 7 ilyen szimulációs szimulált indítási gyakorlat volt, amikor ténylegesen eljátsszuk azt, hogy mi egészen az indítástól kezdve milyen dolgok történnek, és tudjuk-e vezérelni, és helyesen vezérelni az éppen indított készüléket. Itt most a James Webb-et. És hát itt egyébként a legelső tesztek azok még a szimulátornak is a tesztelése valójában. Tehát az, hogy kellő pontossággal szimulálja. A másik oldalon viszont az, hogy ott van az, hogy a szimulált adatokat a földi rendszer az mennyire tudja helyesen fogadni és földolgozni, de ennél is fontosabb az, hogy itt több száz, akár több száz embert, nagyságrendileg 100-120 ember irányít egy ilyen űreszközt, és mi tudjunk együtt dolgozni abszolút olajozottan. Tehát ez a másik nagyon fontos feladata ezeknek a szimulációs gyakorlatoknak. Még a hetediknél már eljutottunk addig, hogy oké, a szimulátor tökéletesen működött, a földi rendszer tökéletesen működött, és mi is már egészen jól működtünk, na akkor nehezítsük egyel a dolgot, és rakjunk be nekik hibákat. Ah. És hogy mit fognak csinálni a hibákkal a konzolon lévő kollégák, és na most itt is egyébként nem a hiba megoldás, tehát az, hogy hogyan oldjuk meg a hibát, ez is nagyon fontos volt, de egy nagyon-nagyon bürokratikus folyamat az, amikor egy hiba történik, és onnan elindul egy hiba megoldási folyamat. És ezt is begyakorolni, helyesen dokumentálni, összehívni a megfelelő embereket, ott is a meetingeknek van egy pontos sorrendje, és ezt begyakorolni. És nekem, hát mondjuk úgy, hogy nem volt szerencsém, vagy szerencsém volt ezt élőben is. De figyelj, tehát egy valami, tehát vannak ezek a minden tudó szimuláció ellenőrök, akik ezek szerint feedelik nektek a hibákat, hogy megnézzék, hogy reagáltok rá. Igen, igen, ők is előre tervezték. Na ez az, hogy ez következik, hogy ebből ők nekik ugyanannyira kell ismerniük a rendszert, mint nektek. Persze. És ráadásul ők nyilván a dokumentációt is ismerik, azt a bürokratikus izét, amit nektek kell, emiatt így, amire titeket kell rá trénelni, ugye? Igen. Tehát miért nem ők csinálják az egész irányítást? Mert... Jó, most egy troll kérdés, de hát nem, most nem, ez nem, egy nem, ilyen nem. Nap. Itt mindenkinek van egy valamilyen területe, amiben ő a legjobb, és de nem neki kell megcsinálni a feladatot. Aha. Tehát itt mind a 100 embernek pontosan tudnia kell az, hogy ez hogy megy. Aha, de és oda át náluk nincs 100 ember. Tehát az elbarmoló művészek a szimuláció ellenőröknél... 5 ember tudja azt, hogy pontosan mondjuk ez dokumentációsan hogy megy, az kevés. Mind a 100 embernek pontosan egy emberként dolgoznia kell. És tényleg most visszatérve arra az, hogy nekem ez sajnos sikerült élőben is megtapasztalni, mert hogy megkaptam a James Webb-nek az első meghibásodását. És az egyik mechanika volt. Hány Istennek a másik kettő, ami szintén hozzám tartozott, az teljesen tökéletesen működött. Tehát tudtam azt, hogy jó, akkor nem én vagyok a hiba, hanem ténylegesen az indításkor történt valami. És akkor ezt így gyakorlatban is, ezt a hiba megoldási folyamatot, dokumentációs folyamatot elkezdeni, meg hát hajnali 3-kor akkor fölhívni minden egyes embert, hogy akkor most akkor keljenek szépen föl, és akkor lesz egy óra múlva lesz egy telekonferencia, ahol megbeszéljük, hogy na mi most történt. Ezt a műsorajánló, visszafele retro műsorajánló, hogy az archívumunkban megtaláljátok a Szokolébresztőnek például a 148. adását, amikor Örcsel legutóbb beszélgetünk 3 hónappal ezelőtt, és akkor például erről a horror sztoriról ott megtudhatjátok. Horrornak nem mondanám. Nem, thriller.
mert volt megoldása a dolognak, jó, de azt tenni, hogy 2,5 hónapig ugyebár állt a műszer, amíg 100 ember vakargatta a fejét. Igen. És nem volt nagy a nyomás, nem, nincs itt semmi látnivaló. Na mindegy, azért, akit mégis abszolút érdekel, ez a szinte bagatel probléma, az a 148. adásunkat. Szinte bagatel. Persze, nyilván, remélem érezhető volt az irónia, akinek nem, annak most bekapcsoljuk az irónia lámpát innen. Ez volt a kapcsoló. Na, szóval akkor a helyzet az, hogy igen, a szokolébresztő.hu felől sokolébresztő.hu navigálva is megtaláljátok mindenféle platformon az adásunkat, SoundCloudon, meg YouTube-on, meg iTunes-on, meg én nem tudom hol, sokféle helyen, és természetesen a Tilos Rádió archívumában is, meg van nekünk a társműsorunk is, a Parallaxis Podcast, ott arra fele is minden, hogy el tudtok navigálni, hogyha sokolébresztő.hu felől indultok. És egyébként természetesen e-mailben is várjuk a kommenteket, csak brutálisan lassan reagálok, mert annyi minden halmozódik fel, hogy laza 2 hónapos lemaradásban vagyok, de mindent olvasunk egyébként, én vagy a többiek, tehát van a sokolebresztó@gmail.com, most is adás közben is érkeztek hozzászólások, amiben például egy hallgatónk például megdicsért minket, hogy milyen tudományosan tudunk reagálni a legrandomabb kérdésekre is. Hát az ember minden lehetőséget megragad az ismeretterjesztésre, és ma sem volt ez másként. Na, de oké, most ezeket a kötelező köröket elmondtam, de még műsorra ajánlani kéne téged is, nem? Tehát most te terveztek valamit a Space Junkie-sokkal. Igen, Space Junkie YouTube csatornán ott most elindítottunk egy sorozatot, ahol minden egyes alkalommal egyetlen egy webmérést, azt így úgy körbejárunk, hogy meg is értsük azt, hogy hogyan mérjük, és miért mérjük. És ezt megpróbálom egy-egy mérésnél ezt így elmagyarázni. A következő alkalommal azt tervezem, hogy a exobolygó mérésekbe megyünk egy kicsit bele, és ott is egy mérést kiválasztok, és az, hogy miért érdekesek az exobolygók, ugyebár másik csillagok körül lévő bolygók, és hogyan mérjük meg ezeknek a légkörét. Na, hát ez szinte ilyen mesterkurzusszerű, tehát ez a nem a tipikusan kis színes mi lesz a kakival az űrben típusú izé, hanem itt aztán kőkemény dolgok lesznek, de nagyon jó, hogy ilyen tartalmak is születnek. Meg hát nagyon köszönöm, Örs, hogy befáradtál ide. Hát továbbra is az a benyomásom, hogy órákon keresztül lehetne még beszélgetni a témáról, amit mi majd nyilvánvalóan meg is teszünk. Még sok minden kimaradt egyébként, de igen. Ez az 1 óra, ez nagyon rövid. Bizony. Főleg, hogy most már csak 23 másodperc maradt belőle. Maradt benned még valami? Ami kimaradt, és mondjuk lehet egy következő program ajánló, amikor már beüzemel az ember, és az a legizgalmasabb, amikor ténylegesen ott ül az ember a konzolon, és látja jönni az adatokat, élő adatokat a sok-sok monitoron, és ő irányíthatja. De ez egy külön adás is lehet. Hát mindenképpen. Jó, akkor csináljuk ezt, hogy majd valamikor lesz egy ilyen, majd megnézem, hogy áll az adásnaplónk, mindenféle érdekes vendég várható most a közelmúltban. Várható volt a közeljövőben is. Úgyhogy akit a közelmúlt érdekel, annak az emlegetett helyeken az archívumot ajánljuk, a közeljövőt tekintve pedig azt mondhatom, hogy 2 hét múlva és utána is 2 hetenként jövünk. Nem zavartatjuk munkat semmiféle világi vagy egyházi ünnepek által. 2 hetente hétfőn reggel szokolébresztő, mondjuk most húsvét hétfőn pont nem lesz szokolébresztő, de azután héten viszont lesz. Na, és azt meg nem tudom mivel, de amúgy rendkívül érdekes időket élünk. Például a mai nap fogja a NASA bejelenteni, hogy ki lesz az a 4 fős személyzet, aki 2024-25-ben körbe repüli majd a Holdat például, és hát ha már itt volt nálunk Detre Örs Hunor, akkor persze azt is el kell mondanunk, hogy a magyar Hunor nevű Hungarian to Orbit program keretében is kiválogattak már embereket, akik közül valamelyik majd elméletileg fölmegy a nemzetközi űrállomásra néhány év múlva, majd természetesen erről is fogunk szót ejteni, várható majd, hogy jön Szentpéteri László például, aki a kínai űrprogramnak a nagy tudója, mert ott is fantasztikusan érdekes dolgok történnek folyamatosan. Például a minap leptek meg minket egy előre be nem jelentett űrsétával. Na, szóval zajlik az élet odafönt,
és ez egyre inkább így lesz, viszont az adásidőnk az súlyosan véget ért, úgyhogy mindenkinek köszönöm a figyelmet, Őrs, ismételten neked a részvételt, mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek, két hét múlva találkozunk. Ja, ne felejtsetek el 1%-ot a Tilos Rádiónak adni majd, amikor lesz rá lehetőségetek, de ezt úgyis mindjárt elmondják valamelyik spotban. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.